Következő híradásunkat Kunhegyes polgármesterével készített interjúnkkal folytatjuk. Szabó András, a település vezetője, televíziónknak adott interjújában beszél Kunhegyesen 2020-ban megvalósult pályázatokról, beruházásokról, fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről, elképzelésekről. Melyek lesznek azok a főbb beruházások, pályázatok, és nyilván akár a kisebbek, amelyek a lakosságnak azokat a dolgait, azokat a mindennapi problémáit fogja megkönnyíteni, amelyhez hozzá tud járulni az önkormányzat, hiszen ahogy polgármester úr mondta, már az elmúlt 2020-as évben is számtalan ilyen volt, és melyek a 2021-es évnek a fő célkitűzése? A kiesett bevételeinket, ami elsősorban az ipari üzési adónak a felezése miatt történik, pótolják, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt az évet is megfelelően végig tudjuk vinni. Azt még nem mondtam, de akkor az önkérdésére ez is egy válasz, hogy nyertünk a járdafelújításra először 17 milliót, amit kiegészítettünk 3 millióval, tehát most márciusban kezdődik a járdépítés, és addig soha nem pályázhattunk, ahogy mondtam is, 5000 fő alatti települések pályázhattak. Ugyanakkor szeretnénk továbbra is a szociális dolgoinkat segíteni, hisz elég sok szegény ember él Kunhegyesen is, meg szeretnénk a munkahelyet is tovább bővíteni, mert ugye, amint mondtam, van öt nagyobb egységünk, de hát még több kellene, hisz annak idején a rendszerváltáskor a BHG megszűnt, és ott 1200 ember dolgozott, tehát a üzemcsarnokot megvettük a Videotontól, hát részletekben még mindig nem fizettük ki, mert azt gondoltuk, hogy ők nem akarnak idehozni olyan céget, amely munkahelyet teremteni. Hát sajnos még mi se tudtuk, rengeteg jelentkező volt már, de most, ahogy láttam, a ez évi, tehát a 21 és 27 közötti pályázati lehetőséget, és abban benne van, hogy gazdaságfejlesztési ipari parkokat továbbra is támogatja az Európai Unió, és nyilván Magyarország is úgy fogja kiírni ezeket a pályázatokat. Mindenképpen szeretnénk ezt a BHG üzemet is valamilyen módon úgy felhasználni, hogy tudjunk idehozni olyan cégeket, akik munkahelyet teremtenek, nem egy-kettőt, hanem 100-150 gondolkodunk minimálisan. Ezt segíteni fogja a 4-es főútnak a továbbfejlesztése is, lassan eléri a Kunhegyes határát is, ahonnan már csak 13 km a bekötő út Kunhegyesre, úgyhogy ilyen feladataink, céljaink is vannak. Polgármester úr, én köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy megkerestek. Én úgy gondolom, hogy Karcsadokkal különösen jó viszony is Panti Ildikó vezetésével voltak itt a nyáron. Szétnézni Kunhegyesen, és nagyon meg voltak elégedve a látványosságainkkal, mert azért van belőlük, hát elég, hogyha csak a hírgyúsabb termény nyomán felépült az alszott legnagyobb befogadó képességű református templomot említettek, nem ugye említettem a Szélmalmatunk, kapitányház, meg olyan szoborparkaink is vannak, ami csak Kunhegyesen van, a hétfejű sárkány, két hétfejű sárkány, mely vízi játékot produkál, hát most már lezártuk ezt, főleg nyára vonatkozik. Én is nagyon szépen köszönöm, minden hallgatónak kívánok jó egészséget és vírusmentes életet.